Sokan a Szovjetunió utolsó bástyájának tartják. A nemzetközi jog szerint Transnisztria Moldova része. De a Dnyeperen túli terület nagy részét valójában szeparatista, Moszkva-barát rezsim irányítja már évtizedek óta. Transnisztria nagy részt villamos energia eladásából tartja fenn magát, melyet egy gáztüzelésű erőműben termelnek. A Gazprom orosz állami gázipari vállalat földgázzal látja el az erőművet, méghozzá ingyen. Jelenleg ez a gáztüzelésű erőmű az egyetlen jelentős villamos energia forrás Moldovában. Ez pedig a transznisztriai rezsim kezére játszik. A pénzt a költségvetés finanszírozására fordítják. Nyugdíjakra, fizetésekre, bérekre, szociális kiadásokra. A Dnyeszter folyó a határ a két ország rész között. A folyó túlsó partján fekvő erőműből származó áramot ezen az oldalon magas áron adják el. Szergej Litra sörgyára az egyik vevő. Gépeinek áramra van szüksége. A számla havonta körülbelül 3000 euró. Bosszantja, hogy a Moszkva barát Transnisztria ilyen módon húz hasznot. Alapvetően aggódunk a háború miatt. Hogy őszinte legyek, mint üzletembernek, az számít, hogy olcsóbban kapjam az áramot. Ez az, ami nekem fontos, mert biztosítanom kell a vállalkozásom működését. A moldovai energiaüzlet nem mentes a vitáktól. Az energiaügyi miniszter azonban úgy véli, hogy szükség van rá a térség pénzügyi társadalmi stabilitása szempontjából. Enélkül, az ingyen gáz nélkül semmit sem tudnának fenntartani, se a gazdaságot, se a költségvetést, és a szociális hálót sem. A sörgyár tulajdonosa örül, hogy van áram, annak ellenére, hogy az ára egy év alatt majdnem megháromszorozódott. De egy-két év múlva talán már Romániából fogják kapni az áramot. A szomszédos országban új távvezetékeket terveznek, melyeket többek között nyugati fejlesztési bankok finanszíroznak. Ebből az üzletből pedig Transnisztria már nem fog részesedni.